háborognak az ellenzéki pártok Orbán Viktor Tusnád fürdői beszéde miatt. Utána járunk, milyen egy munkaalapú állam és egy illiberális demokrácia. Még dolgoznak a tető biztonságossá tételén a Kodály köröndön kiégett palotában. Lassan 2 hete várják a lakók, hogy visszamehessenek az értékeikért. Rakétával lőtték le a lezuhant maláj utasszállítót a fekete doboz adatai szerint. Az ENSZ illetékese szerint háborús bűncselekmény történt. Kezdődik a Hír 24. Jó estét kívánok! Az Európai Bizottsághoz fordul az Együtt PM a miniszterelnök Tusnád fürdői beszéde miatt. Szerintük szombat óta egyértelmű, hogy Orbán Viktor példaképe Vlagyimir Putyin Oroszországa. A kormányfő 2 napja egy új állam felépítéséről beszélt. Az eddigi liberális demokrácia helyett munkaalapú államot vizionált. Sikersztoriként pedig Oroszországot, Törökországot, Kínát és Szingapúrt említette. A politika tudomány azonban nem ismer nem liberális demokráciát. Munkaalapú államot pedig diktatúrákban szoktak emlegetni. Benyó Rita, Filippov Gábor politológussal elemezte a beszédet. Az az új állam, amit Magyarországon építünk, az illiberális állam, nem liberális állam. Az illiberalizmus definíciója a Wikipédián a következő. Az illiberális demokrácia, vagyis áldemokrácia, egy kormányzó rendszer, melyben bár választások vannak, a polgárok nem ismerhetik meg a kormányzati tevékenység jó részét a polgári szabadságjogok nagyfokú korlátozása miatt. Manapság azt szokták tanítani egyetemeken például, hogy a demokrácia csak liberális lehet, hiszen ez azt jelenti, hogy egy államszervezeti modell az emberi jogoknak a biztosítására, a szólásszabadságra, az általános választójogra és hasonlókra épül. Egészen biztos, hogy Orbán Viktor tisztában van ezeknek a fogalmaknak a jelentésével, hiszen ő külföldön tanult például politikai filozófiát, hogyha jól tudom. Ő politikusként abból indul ki valószínűleg, hogy a választók többsége nem fogja beírni a Wikipédiába, hogy mit jelent az illiberalizmus. A magyar válasz az, hogy egy munkaalapú állam korszaka következhet el. Mi egy munkaalapú társadalmat akarunk szervezni, amely, mint az előbb említettem, vállalja annak ódiumát, hogy kimondja, hogy karakterét tekintve nem liberális természetű. Politika tudomány értelmezését veszük, akkor egyébként hol jelenik meg a munkaalapú állam, vagy mit jelent az? Politikai alapú értelmezése ennek a fogalomnak egyszerűen nincsen. Tehát ez egy ideológiai fogalom, amellyel operáltak mondjuk, nem tudom, Mussolini Olaszországában, vagy Salazar Portugáliájában. Orbán Viktor annak alátámasztására, hogy a világ jelenleg a világháborúk utáni, vagy a rendszerváltáshoz hasonló nagy átrendeződést él meg, több idézetet is hozott. Néhányat azonban szöveg környezetéből kiragadva, ellentétes értelmezést adva. Egy nagy elismertségnek örvendő elemző szerint az amerikai puha hatalom ereje hanyatlik, mert a liberális értékek ma a korrupciót, a szexet és az erőszakot testesítik meg. És ezzel lejáratják Amerikát és az amerikai modernizációt. A neves elemző Joseph Nye, aki 2004-ben a Foreign Affairs-ben írta le a citált mondatokat. De Orbán állításával szemben a teljes mondatból kiderül, hogy ez nem az elemző véleménye, hanem a közel-keleti diktatúrák gondolkodnak így Amerikáról, és ezekkel a jelzőkkel próbálják az iszlamisták lejáratni az Egyesült Államokat. Benyó Rita, Hír 24. Nem mennek csődbe a bankok, és kivonulni sem fognak az országból az adósmentő csomag miatt. Ezt a nemzetgazdasági miniszter nyilatkozta a Világgazdaságnak. Varga Mihály szerint most számolják újra a törlesztő részleteit azoknak, akik belépnek az árfolyamgátba. A tárcavezető azt is mondta, hogy ha beindul a gazdasági növekedés, akkor felül lehet majd vizsgálni a bankadót. Az év vége felé pedig a 110 milliárdos költségvetési zárolást is feloldhatják. Nem egyértelmű az alapjogi biztos szerint, hogy a KEHI vizsgálhatja-e a norvég alap civil pénzeinek elköltését. Ez abból a levélből derül ki, amelyet az ombudsman írt Lázár Jánosnak. Az alapjogi biztos szerint a támogatásokat a magyar állam közreműködése nélkül osztják el. A támogatásokról kötött szerződésben pedig az áll, hogy egy uniós szerv jogosult az ellenőrzésre. Az ombudsman arra is felhívja a figyelmet, hogy a megállapodást Norvégia is így értelmezi, szóval szerinte a két kormánynak tárgyalnia kellene. Az előző hírben a norvég civil alapról volt szó. Még mindig nem tudni, hogy mikor mehetnek vissza az értékeikért a Kodály köröndön kiégett ház lakói. A felső szinten folyamatosan dolgoznak, a veszélyes épületelemeket rögzítik, szóval a lakóknak egyelőre marad a várakozás.
A Hír 24 stábja egy emelőkosaras darúból nézte meg, hogy áll a munka. Bátori Róbert tudósít. Az egyik lánybarátom küldött egy üzenetet, hogy nem a te házad ég. Elég morbid viccnek gondoltam. De nem az volt. De amikor oda mentünk, tehát már nagyon nagy tömeg volt, én is így oda futottam, meg kocsival már nem lehetett az utolsó pár száz métert megtenni. Hát ott vártunk sokáig, a túloldalon ültünk, estig néztük, ahogy ég a ház. Miután a tűzoltók megfékezték a lángokat, az épület lakóinak felajánlották, hogy aludhatnak iskolában, tornateremben, nyugágyon, matracon. Marek Zoltán inkább az egyik barátjánál húzta meg magát. Azokat az embereket sajnálom, akiknek tényleg nekem is minden cuccom bent volt, de valaki ott lakik 30 éve, akiknek tényleg az összes emlék, mindenük ott van, akik ott sírtak mellettem, miközben nézték, hogy ténylegesen leég az ő otthonuk. A két hete leégett ház most így néz ki. Az épület második szintje felett minden porrá égett. Csak a kémények vészelték át a tüzet. A házon az egyik cég emberei gőzerővel dolgoznak. Ők az önkormányzattól részleges veszélyelhárításra kaptak megbízást. Ezeket a munkálatokat nem sokára befejezik. Gyakorlatilag minden munkát ilyen emelőkosaras autóból végeztünk, mint amiben most is állunk, és készül ez a riport. Az összes párkány, ami itt látható mögöttünk, ez gyakorlatilag tele volt égési törmelékkel. Ezeket a törmelékeket kellett letakarítani ahhoz, hogy a későbbiekben egyáltalán az épület közelébe lehessen tartózkodni, mert egy esetleges szél vagy bármi lefújhatta volna, lesodorhatta volna ezeket. A Kodály-Köröndi házra az önkormányzat eddig 250 millió forintot csoportosított át, de egyelőre azt sem tudják megmondani, mennyiből lehetne felújítani a műemlékvédelem alatt álló épületet, mivel szakértők a tűzeset óta még nem juthattak be az épületbe. Gyakorlatilag amire a szerződésünk szól, a megbízásunk, azt nagyon hamarosan befejezzük. Ami még hátra van, mint amit látjuk itt is a Körönd és Andrássy sarkán lévő, megmaradt oromdísznek az ideiglenes stabilitását meg kell oldani. Lebontani nem fogjuk. A házban 98 lakás van, vagy volt, de csak 37-ben laktak. A lakók egyelőre azt sem tudják, mikor mehetnek vissza az otthonukba elhozni a holmijaikat. Bátori Róbert, Hír 24. Mától lehet pályázni az egyetemek és a főiskolák kancellári tisztségére. Ők felelnek majd az állami intézmények gazdálkodásáért, és az oktatókon kívül mindenki az ő beosztottjuk lesz. A kancellárokat elvileg nyilvános pályázatokon választják majd ki. Az LMP-sek viszont attól tartanak, hogy nem így lesz. Orbán Viktor ugyanis néhány hete arról beszélt a Kossuth Rádióban, hogy több intézménynél már tudja, hogy kit fog megbízni a feladattal. Tízszeresére nőtt a kerékpáros forgalom az elmúlt 5 évben. Több a bicikli út is, de még mindig rengeteg a baleset. Legutóbb egy buszsofőr gázolt, őt el is tiltották a vezetéstől. De a kerékpárosok azt mondják, hogy sokszor teljesen mindegy, hogy ki a hibás. Egy balesetben úgyis mindig ők húzzák a rövidebbet. Török Réka egy biciklis futárt kísért el, hogy megnézze, hogy mennyire biztonságosak az utak. Ez a futár pont így indult ma útnak. Őt szerencsére még nem ütötték el, de volt már hasonló helyzetben. Nekem is volt rossz élményem busszal vagy trollival kapcsolatosan. Nem jó érzés, amikor lecentizik az embert. A kerékpáros klub egyik tagja szerint nyilvánvaló, hogy ki a hibás. Egyértelműen a buszsofőr volt a hibás. Nagyon sokáig ment a kerékpáros mögött, tehát látta, akár 100 méterről is már, hogy ott van. Ugyanakkor egy BKV-s szakszervezet ma megvédte a sofőrt. Szerintük a vizsgálat befejezése előtt nem lehet egyértelműen kijelenteni, hogy ki a bűnös. Ahol olyan helyen megyek, ahol tudom, hogy busz is közlekedik, akkor többet figyelek, úgymond hátrafelé. És kevesebbet előre, ami megint csak baleset veszélyes. Hogyha baleset van, akkor majdnem biztos, hogy ebben az esetben egy autós és kerékpáros közötti balhéból a kerékpáros fog rosszul kijönni, már mint baleset szempontjából. Nem adják meg az elsőbséget, amikor meg kéne, hogy
hogy például csak mondok egy másikat, hogy rádudálnak az ember, és azt nem is gondolja esetleg az autós, hogy az a duda, amit rányom az emberre, az kívülről hogy hangzik. Azt hiszi, hogy azzal bármit elér, közben lehet, hogy a kerékpáros szívinfarktus kap a hirtelen dudálástól, és attól kerül balesetveszélyes helyzetbe. Ez egy mozgásvezérelt irányjelző karkötő. Ráadásul magyar találmány. Már működik és augusztustól tesztelik. A futás szerint viszont, aki napi 100 km teker, nem csak az irányváltoztatása veszélyes, hanem az is, ha túl közel tekerünk a járdához. Azt hiszi, hogy ezzel nagyobb biztonságban van, de közben csak azt érje, hogy az autóst például nem kell, hogy megelőzze, tehát a sávot váltsa, hanem sávon belül fogja őt megelőzni, ami azt jelenti, hogy pár centire fog elmenni a kerékpárostól. A Tököli úti balesetnél is így történt. Márton szerint az a legjobb, ha egyáltalán nem számítunk arra, hogy bárki is elsőbséget ad. Akkor nem történhet baj. Na meg akkor sem, ha minden egyes irányváltoztatás előtt megbizonyosodunk arról, hogy látnak minket. Török Réka, Hír 24. Egy felrobbant rakéta repeszei miatt zuhant le a malajziai utasszállító. Ez állapítható meg a fekete dobozok adatainak elemzéséből egy ukrán hivatalnok szerint. A repeszektől a géptörzs felszakadt, a fedélzeten pedig robbanásszerűen lecsökkent a nyomás. Az ENSZ emberi jogi főbiztosa szerint a gép lelövése háborús bűncselekmény lehet. A becsapódás helyét ma sem tudták megközelíteni az EBSZ munkatársai, mert a közelben robbanásokat hallottak. Rendkívüli ülést tartott az ENSZ biztonsági tanácsa a gázai konfliktus miatt. Azonnali tűzszünetre szólították fel Izraelt és a Hamászt. A harcokban eddig 1000-nél is többen haltak meg, nagyrészt civilek. Az ENSZ ezért nyomatékosan figyelmeztette Izraelt, hogy ne lőjön civilekre. A Hamászt pedig arra, hogy ne használja emberi pajzsként a gázai lakosságot, és ne tüzeljen iskolákból, kórházakból. Kerner Zsolt összefoglalója. Egyetlen eltévedt akna csapódott csak be abba a gázai ENSZ iskolába, állítja Izrael, ahol a múlt héten a jelentések szerint többen is meghaltak. A most bemutatott izraeli felvétel szerint viszont a lövedék az üres udvar közepére csapódott be, ezért nem ölhetett meg senkit. A Hamász szerint viszont 16 halálos áldozat volt az iskolában, amely az összecsapások kezdete óta ENSZ menedékhelyként szolgált 200 palesztinnek. Nem tudni, hogy ha valaki el is találta az iskola épületét, akkor ki is lehetett az. Korábban több szemtanú, beleértve egy Reuters riportert is, igazolta a Hamas állítását. Izrael viszont határozottan cáfol. Nem ez volt viszont az egyetlen komolyabb bombázás a háború alatt. Gázában több mint 1000 palesztin halt meg eddig, és Izraelben is csak azért alacsony a halottak száma, mert a vaskupola nevű védelmi rendszer többségében megsemmisíti azokat a Hamas rakétákat, amelyek lakott területekre csapódnának be. A biztonsági tanács komolyan aggódik a civil halálesetek miatt, mondja a testület ruandai elnöke, miután az ENSZ ismét humanitárius tűzszünetre szólította fel a feleket. Eddig kétszer már ki is hirdettek ilyen fegyvernyugvást, de egyszer sem tartott tovább néhány óránál. Kerner Zsolt, Hír 24. A napszáma a 100. Éppen 100 éve, 1914. július 28-án tört ki az első világháború. Bár akkor még nem tudták, hogy a világháborúkat számozni fogják. Világszerte megemlékeznek az évfordulóról. Az olasz Alpokban például az Il Silenciót játszották el trombitán. Ez a dallam szólal meg a katonatemetéseken is. A 1914-ben az Osztrák-Magyar Monarchia ezen a napon üzent hadat Szerbiának, és rögtön meg is támadta a délkeleti szomszédját. A háború az Európán belüli hatalmi feszültségek miatt már jó ideje elkerülhetetlennek tűnt. Az ürügy végül Ferenc Ferdinánd a monarchia trónörökösének meggyilkolása lett. A tengelyhatalmak 23 millió, a szövetségesek pedig 57 millió katonát küldtek csatába egymás ellen a 4 éven át tartó háború alatt. A halottaik száma viszont nagyjából megegyezett, 10-10 millióan vesztek oda az öldöklésben. Ez volt a Hír 24, friss hírekkel legközelebb holnap délután Péterfi Judit várja majd Önöket itt a Story 4-en. Én köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!